Természetesen mi is figyeljük a fejleményeket. Csavai Kinga kolléganőm is beszélget majd szakértővel szintén külső helyszínen. Viszont most mi a stúdióban folytatjuk, és Magyarországgal. Köszöntöm Wallner Jánost, a Jobbik alelnökét, akivel együtt hallgattuk végig az iménti beszélgetést. Fontos nap Magyarországnak is a mai. Brüsszel közzé fogja tenni az ország jelentést, és ez perdöntő lesz egyébként, hogy mire juthatunk a valuta alappal és az Európai Bizottsággal. A Jobbik viszont folyamatosan, és most is arról beszélt, hogy tulajdonképpen fenntarthatatlan a magyar adósság állomány kezelése, és ezt az egész történetet újra kéne gondolni. De miként a lelnök úr, én mindig azt kérdezem öntől, miként megvalósítható ez? Hát először is arra utalnék, hogy a tegnapi parlamenti vitanapon, ahogy már várni is lehetett, a Fidesz és az MSZP között lett egy politikai sárdobálás, és nem a szakmai érvek jöttek elő. Mi annyiban taktikát változtattunk, hogy most nem csak azt mondtuk, hogy a mi véleményünk micsoda, hanem 4 neves nemzetközi szervezet 10 éves modell számításával igazoltuk azt, hogy a magyar államadósság pálya fenntarthatatlan, törvényszerűen országcsődhöz fog vezetni, amennyiben nem tárgyalják újra a magyar államadósságot. Olyan szervezetekről van szó, mint az Európai Bizottság, az OECD, a Morgan Stanley vagy a Capital Economics, ezek rendszeresen vizsgálják Magyarország államadósságának fenntarthatóságát, és látható, hogy ez a pálya államcsődhöz vezet. De a tegnapi vitanapon mindenki elmondta a kormány oldalról, hogy a kormány elkötelezett abban, nem lát más utat, mint az, hogy meg kell szabadulni a egészen elképesztő adósság aránytól. Nem hiszem, tehát legalábbis ha jól figyeltem, amit a miniszterelnök úr mond folyamatosan, nincs Magyarországnak reális esélye arra, hogy leírja, átütemezze, vagy bármit kezdjen ezzel az adóssággal. Szerintem azt senki nem vitatja, amit ön mond Magyarországon. Nincs olyan épeszű ember, aki nem azt mondaná, hogy jobban élnénk, hogyha ebből az adósság csodába kikerülnek. De nem lehet. Van reális esélye, szerkesztő úr. Most én csak elmondom önnek a Morgan Stanley elemzőinek véleményét. Azt mondták, hogy ahhoz, hogy a magyar államadósság ne szálljon el, nem hogy ne csökkentsük, hanem hogy a jelenlegi 80% körüli szinten stabilizálódni tudjon, az szükséges, hogy a következő 10 évben minden évben legalább 1,5%-os legyen a gazdasági növekedés, minden évben 3% alatt legyen a költségvetési hiány, a jegybanki alapkamat ne haladja meg az 5,5%-ot, és az euró árfolyama ne legyen drágább 260 forintnál. Ha ezek közül bármi bekövetkezik, akkor a magyar államadósság fenntarthatatlan pályán van, és törvényszerűen beköszönt az államcsőd. Nem mi mondjuk tehát, neves, a Jobbik ideológiájától egyébként eltérő elveket valló nemzetközi elemzők helyezkedtek erre a szakmai álláspontra, hogy nincs más esélyünk, mint az államadósság újratárgyalása, és megjegyzem, Vona Gábor tegnap a 20 perces vezérszónoki felszólalásában konkrét példákkal támasztotta azt alá, hogy mindenki, akinek jelentős az államadóssága, folyamatosan újratárgyalja a saját államadósságát, és van is erre lehetőség. Alelnök úr, miért mondják akkor a szakértők azt, hogy egy államadósság újratárgyalása az lényegileg csődeljárás. Óbersovszki úr, nem ezt mondják a szakértők. A szakértők egy része azt mondja, hogy nem szeretné újra tárgyaltatni. Hát nagyon komoly üzleti érdek van abban, hogy Magyarország ebbe a helyzetbe beleragadjon és fizet, hogyha beledöglik is, hogyha Ingreg atyára vetközteti az állampolgárait. Nagyon komoly üzleti érdek van emellett az oldal mellett. A másik oldalról viszont, hát épp most mondtam önnek, 4 nagy neves nemzetközi szervezet elmondja azt, hogy a magyar államadósság pálya a jelenlegi keretek között fenntarthatatlan. Itt az a kérdés, hogy a kormány lesz-e olyan erős, lesz-e olyan bátor, hogy áttöri a tabu falát, szembenéz a valós helyzettel, és azt mondja Magyarország nemzetközi hitelezőinek, hogy kedves hitelezők, az elmúlt 20 évben bebizonyítottuk, hogy Magyarország jó adós, erőnkön felül teljesítettük a fizetési kötelezettségeinket, de most jött el az az idő, hogy tekintettel arra, hogy bele fogunk ragadni, nem fogunk tudni fizetni, és még nagyobb lesz a probléma, most tárgyaljunk arról, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni. És mi nem azt mondjuk, hogy rúgjuk föl a tárgyalóasztal, mi azt mondjuk, amit a nemzetközi szervezetek is, üljünk le a tárgyalóasztalhoz, van erre lehetőség, vannak erre nemzetközi példák. Olyan kormány mondhatja, amelyik azt mondja, hogy ő először nem külföldi hitelből akar fizetni és adósságot csökkenteni, hanem működőképes ezzel a szlogennyel nyertek választást. Mondhatja a hát kormány. Hát ez a vereség beismerése, miért kéne ilyet mondani? Mondhatja a kormány, Óbersovszki úr, egybe gondoljon bele, a magyar
kormánynak a megválasztása óta az Orbán kormánynak 2,5 év alatt 4000 milliárd forintos mínusza keletkezett az államadóssággal szemben vívott küzdelem során. Ez részben abból adódik, ebből is látszik, hogy fenntarthatatlan az adósságpálya. Részben abból adódik, hogy 2010 áprilisa óta a PSAF honlapján közzétett, pontosabban az államadóságkezelő honlapján közzétett adatok szerint 1331 milliárd forinttal nőtt Magyarország államadóssága, csak időközben a 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíj pénztári vagyonnak is eltűnt a 90%-a, és ez is belement az adósság törlesztésbe. Gondoljon bele, hogy 4000 milliárd forint mínuszban vagyunk, úgyhogy az emberek egyre nehezebben élnek, egyre nagyobb áldozatokat vár el tőlük a kormány. Látható, hogy ez a magyar társadalom kivéreztetését jelenti. Mi azt szeretnénk, ha ennek elébe mennénk, ha azt szeretnénk, hogy időben, még mielőtt ezek a problémák még súlyosabbak lennének, meg tudnánk állni a lejtőn, és újra tárgyalnánk ezt az államadósságot. Alelnök úr, Wollner János, köszönöm, hogy elfogadta meg. Köszönöm én is önnek. Nyilván nem utoljára beszélgettünk erről. Köszönöm, hogy itt volt.